Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Békés Csabán. Kezdjük a ma esti darma beszédet is az Óm Nám mantrával hétszer egymás után. Om Nam. köszönöm szépen. Gyorsan mondjon valaki egy számot 1 és 208 között. 8. Nyolc. 8 hallottam. Forma vagy üresség. A szívszútra így szól. A valókítés van a bóthiszatva, a mély, meghaladó bölcsességben időzvén látja, hogy igaz természetében az öt skanda üres. A forma valóban üresség, az üresség valóban forma. Nincs szem, fül, orr, nyelv, test és értelem. Kérdések. A tested forma vagy üresség? Igaz természetében az öt skanda üres. Ez mit jelent? Kommentár. Megjelenik a tudat, és az egész világegyetem megjelenik. Eltűnik a tudat, és az egész világegyetem eltűnik. Felhők úsznak az óceán fölött, eső esik az égből. Ha a tudat nem jelenik meg, és nem tűnik el, akkor mi van? Mit látsz most? Mit hallasz most? A tudatot tiszta, mint a tükör. Az ég kék, a víz folyik. A szívszútrából hallottatok egy részletet egy koan formájában, és nem várom el, hogy értsd. Én sem értem. Szungszán sem érti, de a szavak úgy viszonyulnak a valósághoz, ahogy az útjelző táblák a haladáshoz. Jelezheti a tábla, hogy tótkomlós egyenesen. Azt is jelezheti a tábla, hogy új kígyós jobbra, vagy gyula balra. Nem a táblákat követjük, hanem az utat. És amikor arról van szó, hogy oda kell érni a célhoz, akkor muszáj a táblákat figyelnünk, de nem állunk le a tábláknál. A zen az alapjaitól rakja újra az élet és halál tapasztalatát. Ettől a tiszta tükörtől fogva rakja újra, hogy mindenki úgy lásthassa a világot, ahogy van, ha akarja. Az emberekkel, velünk nem az a problémánk, hogy ne lenne két szemünk, hanem az, hogy amit látunk, azt nem akarjuk elhinni. Amit hallunk, azt felfogjuk, de elkezdjük értelmezni, elemezni. És amikor eredetileg úgy szól a tan, hogy nincs szem, nincs fül, nincs orr, nincs értelem, az nem azt jelenti, hogy mi nem létezünk. Ez azt jelenti, hogy a személyiségünk minden eleme teremtett dolog. Teremtett a testünk, teremtett a lelkünk, teremtettek a gondolataink, az érzelmeink, a beszédünk és a cselekedetünk. Teremtettségében minden karma változtatható. Az a szanszkrit szó, amit hallottál, skanda, az személyiség elemet jelent. Azt jelenti, hogy hozzávaló. Hogyha az embert, mint receptet fel akarnád írni, akkor azt mondod, végy egy lelket, végy egy testet, rakd őket össze, és életre kell. És amikor a tudatosság megadja azt, hogy ember, akkor ezt te éled. Elnevezed Magdinak, Ferinek, Pistinek, Lacinak, Idának, és ezt hívjuk énnek. A valóságot az alapjaiban szeretnénk látni, akkor el kell jutnunk addig, ami érzékel. Ezt hallottad a kommentárban, hogyha az a tudat, amit énségnek hívsz, megjelenik, akkor megjelenik a világegyetem. Megjelenik az, amit látsz, mert van szemed. Megjelenik az, amit hallasz, mert van füled. Megjelenik az, amit érzel, mert van szíved, és amit tudsz, mert van gondolatod. Ha nem lenne tudat, nem lenne énség sem. Ha nem lenne tükör, nem lenne mit tükrözni. Tehát az, amit mi hiszünk a világról, hogy rajtunk kívül objektíve létezik, ez a dolgok mélyén nem így van. A világ azért létezik, mert a mi tudatunk ilyen. Azért látunk ennyi szint 900 és 1200 nanométer között, mert a szemünk ilyen. Más lények, például denevérek, ők érzékelnek útrahangot, mi nem? Bizonyos állatok látnak úgy a sötétben, ahogy mi nem. Számukra az világosság, ami nekünk sötétség. És ami nekünk felfoghatatlan, mint a létezésen túli a testiségen túli, az érzékszervekhez kötött valóságon túli lét, az más lények számára ugyanolyan valóság, mint ahogy mi itt ülünk. Ezt hívjuk az élet és halál relativitásának. Látom a szemeteken, hogy ilyet azért ritkán hallottok, és meg is kérdezhetitek magatokban, hogy ugyan már mire jó ez nekünk? Mitől lesz ez jobb? Mitől lesz jobb az élet, ha csak így rálátunk ilyen történetek segítségével. A válasz az, hogy a tapasztalatod minőségétől lesz jobb az élet. A tudatod minőségétől lesz jobb az élet. Hát ne várd azt, hogy valami csoda folytán ez az egész, ami itt van, ez megjavul. Magunkon kell javítani, a magunk tudatszintjét kell emelni, és akkor megjavul. Az embernek négyféle karmája van egyéni, páros, családi és csoportos. Szerintem elég világosak a különbségek, de azért röviden elmondom. Az egyén és a páros közötti, hát azt tényleg nem mondom el, mert azt mindenki tudja. A páros és a családi között a gyermek vagy gyermekek ez a nagy különbség, és a család és a csoport között pedig a vérszerinti vagy nem vérszerinti közösség ez a különbség. Minden ember, aki erre a földre születik, ezzel a négyféle karmával rendelkezik. Ahhoz, hogy ezt jól lássuk és egyensúlyba tartsuk, ahhoz egy nagyon tiszta és stabil tudatra van szükség. Miért? Vannak olyan emberek, akik az egyéni karmát jól látják, de a páros nem. Honnan tudjuk, hogy nem hajlandók a párjukat tudomásul venni, hogy csak ők léteznek? De a párjuk valahol nem létezik. Van, aki a páros karmát jól veszi tudomás, és a párjával nagyon jól van. De mihet megszületik a gyerek, a gyerek már neki nem fér bele. A családi karmával baj van. Nem tudja az életrendbe beilleszteni. Állandóan dolgozik, állandóan a barátaihoz megy, elmegy pecázni, de a gyereke nem törődik. Ilyet soha nem láttatok még, gondolom. Aztán van a csoportos karma és hogyha valakinek túl erős a családi karmája, az a társadalom többi rétegével nem törődik. Megmarad a klánnál, a rokonságnál. És azt gondolja, hogy a csoport egyenlő az ő nagy családjával. Hát ez nem így van. És a fordítottja is igaz, hogy ha valaki csak a csoporttal törődik, akkor a saját családjára semmilyen időt nem fordít. Tehát nem lehet az, hogy apuka vagy anyuka csak a munkahelyén van, és a családjával pedig ne törődjék, a fordítotja sem. Mi az érdekes? Az az érdekes, hogy itt tökéletesség aztán nincs. Te nem tudsz tökéletes lenni mind a négy osztályban. Nem tudod mind a négy karmát helyesen művelni, legalábbis a benne lévők elvárásainak megfelelően. Ehhez egyszerűbben és tisztában kéne élni. Ahhoz, hogy ez az élet egyszerűbb és tisztább legyen, ahhoz igazi önvalónkat illene megtapasztalni, és egy olyan egyévállást, amely által az illúzióinkra nem fordítunk energiát. Miért? Az illúziókra fordított energia elvész, a valóságra fordított energia megtérül. Az egymásra fordított energia megtérül, hogyha bizalmi, szeretetbeli, helyes emberi kapcsolatot építünk ki egymás között. Ha nem, akkor a csalódás, bizalomvesztés útján, esetleg olyan kapcsolatok, amelyek évekbe, Évtizedekbe kerültek, így elfüstölnek egy pár nap alatt. Hogyan lehet ez? Nem ismerjük magunkat eléggé? Lehet. Nem ismerjük a másik embert eléggé? Lehet. De hogy ezt a pillanatot nem tapasztaljuk a maga teljességében és tisztaságában, az biztos. Mert ennek a tisztaságnak és egyszerűségnek a hiányából fakad minden, amit téves nézetnek hívunk. És az ebből fakadó kabzsiságot és haragot is innen eredeztethetjük. Semmi másból. Az ember tehát, mint intelligens lény, nincs egyedül ezen a bolygón, meglátásom szerint sok állat intelligensebb nálunk, mert évmilliók óta itt vannak, és egy darab világháborút nem csináltak. Az ember pár tízezer éve munkálkodik így sapiens formában a bolygón, és ezért mi bővelkedtünk ilyesmiben. Sok intelligens lény van ezen a bolygón, de egyik sem tudatos úgy, ahogy az ember. Egyik sem mondja ki azt, hogy én. A kutyák nem egymásnak adnak nevet, és pórászt és nyakörvet. Ezt az ember csinálja. A kutyák nem nevezik el egymást bodrinak vagy sipsinek, ezt az ember csinálja. És éppen azért, hogy ezt meglásd, hogy magadban mi van, az energiádat illik befelé fordítani, ahelyett, hogy más. Rá panaszkodnál, hogy a világot tennéd felelőssé, hogy a szüleidet okolnád azért, hogy te ilyen vagy és ilyen életed van. Ahhoz, hogy megismerd önmagadat, belül meg kell kérdezni először, hogy ki vagyok én valójában. És ne címkéket ragasz magadra, hanem lásd meg, hogy milyen gondolatokkal élsz most, milyen érzelmeket táplálsz most. Mi az, amit kimondanál, és ki is mondasz most? Mi az, amit elhallgatsz most? És mi az, amit megteszel, vagy amitől tartózkodsz? Gondolatok, érzelmek, beszéd, cselekedet. Ezek annyira fontosak, mint a személyiség fő csatornái, hogy a Mahajánában négy nagy bóthiszatvát állítunk ezek fölé, és tiszteletet adunk nekik azért, hogy bölcsek, Együttérzőek, tetrekészek legyünk, és helyes legyen a beszédünk, azaz a valósággal megegyező. És itt van egy nagyon érdekes egyenlet. Amilyen mértékben te megismered önmagadat belül, amilyen mértékben te őszinte tudsz lenni önmagadhoz, oly mértékben ismerhetsz meg egy másik embert vagy embercsoportot, és oly mértékben várhatod, hogy az a másik ember őszinte lesz hozzád ez a jelenlétből tudat alatt már eldőlt azelőtt, hogy kinyitottad volna a szádat, és megszólaltál volna. Ahhoz, hogy ezt a megismerést te mélységében tisztán művelhesd, nem csak az energiádat kell befelé fordítani, és belül kérdezni, hanem a dualisztikus gondolkodástól, az elmének a zajától meg kell tudni szabadulni. Ha befelé fordítod a figyelmedet, nagyon sok zajt tapasztalhatsz. Egy hang, több hang, emlékek, múlt, jelen, jövő, tetszés, nem tetszés, bevásárló lista, az aggodalmak tömege, a különböző rokonsági fokok kalibrálása, őt szeretem, más nem szeretek. Őhozzá elmegyünk, ő elmegyek, oda végképp nem megyek, és ezt az elmegy szépen elkezdi rakni, mint a saját mátrixát. Ezen túl kell jutni. Ez olyan, mint a köd a láthatáron. És erre szolgál a meditáció, hogy ezt az érzékelést, ezt a tükrözést, amelyben önmagadat tisztán látod, megtisztítsuk mindenféle zajtól, illúziótól, és akkor elhihetjük, amit látunk. Akkor elhihetjük, amit hallunk. Akkor elhihetjük, amit érzünk. Mert nem szól bele a karmánk. Nem szólnak bele a szokásaink. Nem lesz olyan torzító tényező, amelytől ne hihetnéd el a gondolataidat, az érzelmeidet. És ezt az egyszerű és tiszta tudatot nagyon könnyű művelni. Nem kell hozzá sok tudás. És a bevezető végeztével felolvasok egy költeményt, Szunkszenzen Mester költeményét, csak láss. Ha meg akarod látni a budhák birodalmát, akkor tartsd meg a tiszta, térszerű tudatot engedj el minden gondolatot és vágyat. Engedd, hogy a tudatod bármit megéljen ebben a pillanatban. Hogyan tartod meg a tiszta tudatot? Ha nem menne, hallgassd a következő költeményt. A megvilágosodás természete. A felső birodalmakban vannak a buthák, alattuk a létesülés hat világa. Egytől egyig minden jelenség teljes. Egytől egyig mindenben megvan a por és a lényeg áthatják egymást. Már mindenben nyilvánvaló. Megszerzett tudás nélkül már teljes vagy. Értsd meg, láss rá. Egyszerű, világos. Látod? Hallod? Már tisztán látsz, már tisztán hallasz. Ez a bot, a hangja és a tudatod azonos vagy különböző? Ha azt mondod, azonosak, 30 ütést kapsz. Ha azt mondod, különbözőek, akkor is. Miért? Ha! Háromszor három egyenlő kilenc. Kérdések. A bot, a hangja és te hogyan váltok egyé? Hogyan tartod meg a tiszta, térszerű tudatot? Értsd meg, láss rá! Egyszerű, világos. Ez mit jelent? Mit jelent az, hogy háromszor három egyenlő kilenc? Kommentár. Tavasszal sok virág nyílik. Nyáron zöldelnek a fák. Őszre megérik a gyümölcs. Télen hideg van. Kezdetben négy lábon, azután két lábon, utána három lábon, végül egyetlen lábon sem. Ezek mit jelentenek? Érted? Ha nem, kérdezd meg a kőleányt. Nagyon szép választ fog adni. Szerintem bevezetőnek ennyi bőven elég, és most tisztelettel várom a hallgatóság kérdéseit. Nekem egy nagyon egyszerű kérdésem van. Azt, hogy ami régóta foglalkoztat, hogy ez a rengeteg lélek, akik ugye itt élnek velünk együtt, és ugye egyre többen vannak, hogy ők honnan jönnek ennyire sokan? Voltál már kórházban? Igen kérdezi a doktor, hogy te honnan jöttél a lakcímkártyádon kívül? Ugye nem? Számít az, hogy a kórházon kívül hányan vannak? Egyre kevésbé. Mi számít? Az, hogy legyen elég gyógyszer, kötszer, kórházi ágy, és hogy meg tudjuk gyógyítani ezeket a betegeket. Az, hogy honnan jönnek a földre ezek a lelkek, hányan és mikor vesznek föl emberi testet, az, hogy emberi életet éljünk és segítsük egymást ebben, ez a legfontosabb. És azért nagyon fontos a kérdésed, mert egyre inkább kifutunk opciókból, és rosszul használjuk fel a meglévő lehetőségeinket is. Tehát a tudatunk minőségén, ahogy hallottad a bevezetőben, rengeteg múlik. Nem, hogy rengeteg, minden ezen múlik. Tehát ez a Föld fizikailag akár 20 milliárd humanoidnak is otthont tudna adni. Lehet, hogy többnek. De a jelenlegi tudatszintünkön kezdünk kifogyni a lehetőségekbe. Nem oda tesszük az erőforrásainkat, ahova kéne, nem ott harcolunk, ahol kéne, és nem ott teremtünk békét vagy mozdulatlanságot, ahol kéne. Hát igazából, hogy hányan és honnan jönnek, mindegy, hiszen emberi testet vettek föl, és így embertársainká váltak. Az, hogy a tudatunkat hogyan harmonizáljuk, és az életünket hogyan éljük együtt ezen a bolygón, ez a kérdés és ezért kell mindenkinek nagyon világos tudattal észnél lenni, bölcsességet és együttérzést gyakorolni ahhoz, hogy ne legyen a Föld túl szűk. Nem lenne az, csak azzá tesszük. Ez a Föld nem jó vagy rossz hely, nem büntető tábor vagy elveszett paradicsom. Ez a Föld egy elképesztően erős tükör az emberiségnek, hogy lássa a karmáját. A természet egy rendkívül intelligens, de nem személyes lény. Ha személyes lenne, szerintem az embereknek esélyük nem lenne. De nem személyes, csak intelligens. És ezért pontosan tükrözi, hogy az ember mit csinál. Pontosan tükrözi a cselekedeteinket, a nézeteinket, a hozzáállásunkat. És a természet hibátlan visszajelzést ad, és a Föld elsősorban ennek a helye. Nincs szükség külön ideológiákra, vallásokra, elgondolásokra, hogy ez a Föld micsoda, körül kell nézni, szemügyre kell venni, meg kell figyelni. És az ok és okozat működése hibátlan. Nem téved, mert nem ember. Az ember téved. A darma működése nem téved. Tehát ez a Föld elképesztően világos visszajelzést ad, hogy mi valójában kik vagyunk. És minél többet szenvedünk, annál inkább nyilvánvaló, hogy az önképünk és az önvalónk milyen távolságban van. Amit hiszünk magunkról, és amit valójában csinálunk ezen a földön, a bolygóval és egymással, azok radikálisan különböznek. És ha ezt a különbséget nem számoljuk fel a valóság javára, akkor sokkal, de sokkal rosszabb életkörülmények között fogunk születni és meghalni, mint sem ezt szeretnénk, vagy lehetséges lenne. Úgyhogy ezért terelem kérdésedet egy másik irányba, mert akkor tényleg a megoldás felé megyünk. Hogyha kiderülne, hogy hányféle helyről születünk ide, az sem segítene. Ha kiderülne, hogy egyféle helyről születünk ide, az sem segítene. Ha kiderülne, hogy a semmiből állunk össze, és a semmivé foszlunk, az se segítene. Ezért kell másképp látni ezt a kérdést. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Van-e annak értelme, mielőtt elmenné mondjuk egy egynaposra a templomba, hogy bármilyen gyakorlatot otthon elkezdjünk. Mondjuk, ha elolvassuk a honlapon, hogy hogyan kell leborulni, van egy rövid videó, megnézzük, és azt mondjuk elkezdjük gyakorolni. Van. Ennek van értelme. Azért van értelme, mert öntevékeny lettél. A gondolatból cselekedetet varázsoltál. Nem vártál arra, hogy valaki azt mondja, hogy. Hanem azt mondtad magadnak, hogy ezt megcsinálom, ezt kipróbálom. Ennek van értelme. Gyönyörű, szép karmánk van, mint magyar nép. Hány száz évet túléltünk vele, nézd meg, és még mindig gördítjük magunk előtt. Viszont van egy óriási házi feladatunk, ez a rendkívül okos gondolkodás nehezen megy át cselekvésbe. Valahogy nem akarunk cselekedni, inkább tudni akarunk, és inkább mondjuk, mondjuk, de nem tesszük. Néha nem merjük. Az lenne a jó, ha mernénk, ha már tudjuk, hogy helyes, akkor meg is tennénk. És nyugodtan kipróbálhatod otthon, nyugodtan kísérletezhetsz, nagy hibát nem követhetsz el, ha tényleg azt csinálod, amit tanítunk. Aztán egyszer csak rájössz, hogy tényleg jó lenne eljönni a templomba, és akkor egy kicsikét magasabb sebességfokozatba kapcsol a járműved. De az otthoni kipróbálása semmi baj nincs. Olyan lehet, hogy valaki elkezd hallgatni egy mantrát mondjuk, akár Youtube-on keresztül, eszébe jutnak múltjából dolgok, ebből lesz sírás, gondolkodás, a mindennapi életben talán egy kicsit nyakon csípi magát, hogy ezt mondjuk azért csinálom így, mert édesanyámtól ezt láttam. Tehát, hogy ez, ez azt jelenti, hogy valahol az ember tudatilag elkezdi keresni ezt a zenútját. Ez azt jelenti, hogy már a fúró elért egy olyan mélységet, amikor tapasztalsz valamit a tudattalanodból. Tehát a személyiségednek a határai általában az elhárítások, elfolytások vidékén rajzolódnak ki. És amikor te elkezdesz mantrázni, vagy felteszel egy mély belső kérdést, akkor áttöröd, átfúrod ezeket a határokat, és a tudattalanodból elkezd fölfelé jönni egy csomó minden, amely addig is ott volt, csak nem láttad, mert nem akartad látni. Nem engedted, hogy lássad. Mert olyan szélsőséges élmények voltak, hogy egyszerűen nem bírta volna az elme, vagy megkattan, vagy a testet betegíti meg néha mindkettő. Az elmének, az elhárító mechanizmusai azok olyan pócselekvések, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a működése megmaradjon. De hogyha ezt nem tisztítja ki később, akkor beteg lesz, vagy megőrül. Viszont ha elkezdesz meditálni, és tényleg jól csinálod, akkor kiengeded a gőzt a palacból nem úgy, hogy robban, nem úgy, hogy megéget mást, vagy magadat, nem szépen a megfelelő szelepen elkezd kiáramlani. Ezt hívjuk tisztulásnak. Ezt hívjuk a tudattalan tartalmak felszínre kerülésének. Ha nem, akkor nem csak a betegség vagy elfolytott mentális problémák jelennek meg, hanem olyan események az életben, amelyek látszólagosan véletlenek, de nem azok. Miért? Mert te tetted be a tudattalanodon keresztül a térbe, és ez a tudattalan karma eseményeket formált találkozásokat, baleseteket, szerencsés, szerencsétlen dolgokat, ezeket valójában mi hozzuk létre, mert a tudattalan karmán kisugárzik, nem marad bennünk. És innentől kezdve a meditáció az elkezdi neked mutatni, hogy te valójában a hátizsákodban, a tudattalanodban mit viszel, amit nem látsz, de mégis ott van. Ebből a szempontból elég nagy köszönettel tartozunk a nyugati pszichológia több iskolájának, Bécs 1, 2, 3, 4, az összes bécsi szeletnek, mindenkinek, és amerikai, európai és egyéb alakváltozatoknak, hogy végre kimutatták mindenféle vallástól és hagyománytól függetlenül a tudattalan, tagadhatatlan létét. Nagyszerű, csak transzcendens dimenzió nélkül, megfelelő bölcsesség és rálátás gyakorlása nélkül hiába látod a tudattalan tartalmaidat, nem tudsz vele mit kezdeni. Sőt, néha még rosszabb, mert rádesik a kényszerű azonosulással még többet kapsz. És akkor megint elindulnak az elhárító mechanizmusok, a tagadások, az elfolytások, ha nem tudtad elpárologtatni, nem tudtad sublimálni. Mit jelent ez? Meg kell szüntetni az azonosulást, és itt lép be a zen. Tehát ahogy te gyakorolsz, és a tiszta tükörszerű tudat gyakorlod, a tudattalamból rengeteg minden megjelenik. Hihetetlen, mint egy film. Rossz film, jó film, most ez mindegy. Egyébként a rosszak jönnek először, mert azok a legdurvábbak. Amik csak ilyen szép, tengerparti, fátyol, felhő, sokszínű, kellemes meditációd van, addig képzeleksz. Amikor már elkezded a belső képernyődön azokat a filmeket látni, amikről tudod, hogy igazak, de nagyon nem szereted őket, akkor meditálsz. Akkor tényleg az belül a múltad, az arhetipikus valóságod, akivé nem szeretnél válni, de mégis te vagy. És ez egy természetes tisztulás, az a jó ír, hogy ennek egy idő után vége van. Hogy mennyi idő után, az attól függ, hogy te mennyit meditálsz, milyen intenzíven gyakorolsz, mennyire vagy őszinte önmagadhoz, stb. stb. Na, amikor ez megkezdődik, az otthoni gyakorlás idején esetleg, na, akkor nem szabad egyedül maradni. Akkor kell a csoport. És akkor kell egy tanító. Tehát a zen az nem egy ilyen guru irányzat, viszont tanító nélkül nem megy egy bizonyos szint után sem. Jó, hogyha az elején is ott van. A tanító tiszteli az önállóságodat. Te döntesz. Te a tanító megmondja, hogy mit kéne csinálni ebben a helyzetben. Ha nem fogadod meg, az a te dolgod, de akkor ne a tanítót hibáztasd, hogy rosszabbul lettél. Úgyhogy a tudatalan tartalmak felszíne jövetele csalhatatlan bizonyítéka annak, hogy megkezdődött a meditációd érdemi szakasza. És akkor elkezded az életet is komolyabban venni, elkezded magadat is komolyabban venni, mert látod azt, hogy hiába lehetnek későbbi és lehettek korábbi életeink, ebben a felállásban, ezzel a testtel, ezzel a lélekkel egy van. Csak ez van. Nincs több. Meg kell becsülni. Ki kell húzni belőle a legjobbat. És akkor működik. Akkor helyesebben működünk, mint emberek. Kevesebbet szenvedünk és szenvedtetünk. Ezt lehet? Ezt meg tudjuk csinálni. Jó? Következő Köszönöm. kérdés. Elfogadás vagy feladás között a különbség. Óriási. És, és van-e van -e párhuzam, vagy valamilyen? Fent vagy a hegyen elfogadott, hogy esik a hó 6000 méter fölött, de nem adott fel a mászást. El kell fogadni a karmát, de nem. Adjuk fel a küzdelmet. Nagyon más. Az elfogadásra szükség van, de a feladásra nem mindig. Elfogadod a párodat olyannak, amilyen, de tovább küzdesz. És ő is. <laughs> Jó? Egyéb kérdés? Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan tudnánk félretenni a mindennapjainkba a haragot, a félelmeket, és hogyan tudnánk békésebb, nyugodtabb életet élni? Hogyan valósítsuk ezt meg gyakorlatba? Szeretném, hogyha bemennél a kamrába, és lepucolnál egy polcot, és írd rá a polc, polcra, hogy karma. Az egyik fele a harag, a másik a kapzsiság. Tedd a karmádat a polcra, oldsd le a villanyt a kamrában, és menj ki. Szerinted működik? Ugye, hogy nem? Nem. Tehát nem tudjuk a karmánkat külső polcra tenni, belül kell az eredetéig visszavinni. Mondok egy példát. Hazaérsz, és látod, hogy víz van a padlón. Nem is kicsi. Látod, hogy a fürdőszoba ajtaja alatt jön ki Rájössz, hogy nyitva hagytad a kátsapot, mielőtt elmentél vásárolni, mert egy telefonhívás közben annyira belefeledkeztél a beszélgetésbe, hogy egyszerűen elfelejtetted, hogy kinyitottad a kátsapot. Leteszed a telefont, kimentél, hazajöttél a bevásárlással, és minden úszik. Na most, ha elkezded magadat véleményezni, ezzel időt veszítesz. Azon nyomban oda kell menni a fürdőszoba ajtól, és kinyitni, azt is látod, hogy ha elkezdesz kapkodni, és a tenyereddel ott be akarod tömni a csapot, az a víz ugyanúgy jön, csak spriccel mindenfelé. Ezért nem működik az elfolytás. Spriccel a karmád mindenfelé, másokra is. Meg kell találni a csapot, és elzárni. Miután elzártad a csapot, utána lehet elkezdeni főtakarítani mindent. Tehát az eredeteig vissza kell menni a karmának, addig a dualisztikus elméig, addig az egoitásig, ami azt termeli. És amikor elzártad a csapot, és azt mondtad, hogy elég volt, elég volt, ezt már nem csinálom tovább, akkor lehet a hibát orvosolni. Akkor lehet a kapcsolatokat helyrehozni. Előtte nem. Tehát ehhez mi kell? Az ok és okozat látása az azonosulás megszüntetése ezzel a bűntudat is elmúlik, de a hibát látod, és elkezded javítani, és szépen elzárni a csapot. A kérdés nagyon sokat segít, hogy mi ez, honnan jön. Tehát a kérdést belül sokféleképpen föl lehet tenni, szóval, szó nélkül, valamilyen tudattárgyra vonatkoztatva, vagy a kérdés eredetére vonatkoztatva, és most a tudattárgyáról van szó, mondjuk a haragról. Ránézel és megkérdezed, mi ez, honnan jön. És hogyha nincs akadálya a folyamatnak belül, nem nyúlsz közbe elmével, akkor látod, mint a dominó. Mi, miből következett, hogyan alakult ki a haragod. És látod az első dominót, ami ledölt, és az elé visszamész. És akkor az történik, hogy az összes fekvő dominó, ami letaroltatott, úgy, ahogy az szokott lenni a filmekben, az szépen visszaáll eredeti helyére. Nem rögtön, de elkezd visszaállni. Miért? Mert a bűntudat megszűnésével valójában elindulhat az igazi megbánás. És ez nem pusztán pszichológiai fogalom, ez egy erkölcsi etikai fogalom is, hogyha nem bánjuk meg a hibáinkat, nem is tudjuk igazából kiavítani őket. És innentől kezdve a pszichológiai valóság, ami a lelkedben van, a társadalmi valóság, amelyet mondjuk egy etika jóha szabályoz, és az az erkölcsiség, amely mondjuk az emberi kapcsolatoknak a fokmérője, ha jól csináljuk, ez találkozik. Nem három különböző dobozról van szó, hanem ezek egyben vannak. És az íratlan törvényt követve az írottat is megtartjuk. Visszafele ez már nem mindig igaz. Látsz olyan embereket, akik az írott törvényt úgy megtartják, te az összes aktatáskájuk tele van igazsággal és végzéssel, de az iratlant azt nagyon nem tartják meg. Attól eltávolodtak. Úgyhogy kérdezz, merj kérdezni, és egyéb praxissal párosítva eljuthatsz a karmagyökeréig. Eljuthatsz a keletkezésig. Elzárhatod a csapot, megszüntetheted a teremtést. Köszönöm szépen. Szívesen. Sokszor szokták mondani egy eseményre, hogy ez karmikus. Én azt szeretném megkérdezni, hogy a karmánk megvan-e írva előre? És ha igen, tudunk-e változtatni rajta, illetve van-e értelme ezen változtatni? Szeretem az ilyen kérdést, mert ez is egy karmikus kérdésnek tűnik. Eldöntötted, hogy fölteszed, és föl is tetted. És ez nagyon jó. Minden, ami az ok és okozat terméke, az karmikus. Nincs olyan esemény, amelynek ne lenne előzetese. De az a helyzet, hogy itt nyugaton a karmikust úgy szokták használni, hogy sorsszerű. Ez a te végzeted. És ezért is jó a kérdés, hogy megvan é ez írva valahol. Hát, hogyha bevezetsz engem a könyvtárba, akkor megmutatom a könyvet. És akkor kinyithatod az oldalt. Ez az egész univerzum a könyvtár, és előre nincs megírva semmi. Viszont hozzuk magunkkal a múltbéli tendenciáinkat, a valószínűségeket, a szokásainkat, a hiedelmeinket, az azonosulásainkat, és ezek írják a sorskönyvét, nem más. Tehát a felgyűjtött karmáddal való azonosulás az fogja a tollat. Az írja ennek a pillanatnak a krónikáját. Elengeded a tollat? Nem ír semmit, a pillanatban se történik semmi. Ezt hívják nem cselekvésnek, vagy nem dualizálásnak. Tehát hozzuk magunkkal a karmánkat. Minden esemény valamilyen karma következménye, de hogy milyen, hogy hogy használjuk a karmánkat, az ebben a pillanatban dől el. Tudatod tisztaságának a mértékében vagy szabad. Ha szabad vagy, a tudatod tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. Ha szabad vagy, akkor sosem mondod azt, hogy nem volt más választási lehetőségem. Mihelyt azt mondod, hogy nem volt más választásom, ez a sors, ez a végzet, akkor a tudatod. Pontosan olyan kicsi, mint amilyen hatalmas a válság, mint amilyen elképesztően erős a paradox vagy az ellentmondás. És hogyha azt mondod, hogy nem volt választási lehetőséged, akkor a tudatod tere leszűkült. Mindig van választási lehetőségünk, soha nincs végzetünk, és a sorsunk pedig az, amin nem voltunk hajlandóak változtatni. Egyéb kérdés? Én azt szeretném kérdezni, hogy mi az, amivel Példát tudunk mutatni a gyerekeinknek, hogy ők már egy jobb világban nőjenek fel, mint amiben mi felnőttünk. Elsősorban nekünk kéne egy jobb világot teremteni számukra, és nem ő rajtuk számon kérni, hogy ők milyenek. És a személyes példamutatás szinte az egyetlen egy dolog, amire a gyerekek hallgatnak, és nem a beszédre, meg a kérincsélésre, meg a tiltásra, meg a fenyegetésre, a fenyítésre, a cukorkára, ezekkel egyébként nem hallgatnak, egy ideig lehet őket korrumpálni vele, aztán felnőnek, és számon kérik rajtad, hogy ezt miért csináltad. Ez pár év. Valójában csak a példát követi a gyerek, és hogyha visszafordítod, ha valamit követett, akkor az példa volt. Valaki bemutatta neki, akár apa, akár anya, akár a szülők, rokonsága, bárki. Okay. Élj olyan életet, amiben okod van hinni, hogy a gyerekeidnek is jó, és akkor nőnek föl helyesen. Köszönöm szépen. Szívesen. Én a mantráról szeretnék kérdezni, hogy ha mi van, ha nem jól tudom a mantrát, elértettem, vagy tehát nem jó Akkor a, mantrát a mantra mondok. szól, hogy kérlek, javíts ki. <laughs> jó. Nem baj, hát előbb-utóbb rájössz, és akkor kiavítod. Mondjuk ezért kéne közösségben is matrázni, elég hamar kiderül, hogy ha rosszul mondod. Van erről egy édes történet. Szerzetesnők egy csoportja nem tudta a hegyen eldönteni, hogy az együttézés bóthiszatváját a kínai karakterrel olvasva konsze umbószál legyen, vagy konsze ombószál legyen az olvasat vártak a megfelelő pillanatra, amikor jön valaki, aki ezt eldöntheti nekik, és jött egy zenmester, és az egyik szerzetesnői közösség komoly kutató munka után megtalálta, hogy a ristortát nagyon szereti a zenmester. Hát vacsora után egy kis desszertet igyekeztek neki úgy felszolgálni, és este 7 és 8 között a ristortával bementek a szobájába, is kopogtak, és azt mondja, hogy mestermester, mester, hoztunk egy kis ristortát, ugye, ugye szereti? Hát persze, én szeretem a ristortát, ezt jól tudjátok. Mestermester, mester, és ugye a umbószála helyes. Hát igen, olyan finom ez a ristorta, tehát a kvansze umbószála lesz a helyes, biztos vagy benne. És hát a másik szerzetesnél csoport is készül, de ők úgy tudták, hogy a ristésztát szereti nagyon jól a mester, és hogy ő este kilenckor is szokott enni, és este kilenckor kopogtak egy kis ristésztával, és megkérdezték, hogy mester, mester, ugye szereti a ristésztát? Persze, nagyon szeretem. És akkor van-e ombószál lesz a helyes, ugye holnap reggel, amikor a tízórás szertartást megkezdjük? Hát persze, hát én nagyon annyira szeretem a ristésztát, biztos lesz benne, hogy akkor van ombószál lesz a helyes. Hát akkor eljön a másnapi szertartás ideje szerzetesnői közösség egyike és másik is ott van, és így várják, hogy mi történik. Darma beszéd, zemmester így mondja. Tegnap este álmot láttam. Először a ristorta álom volt, és a ristorta álomban azt álmodtam, hogy a panse umbószál a helyes, aztán álmodtam egy újabbat, az már a ristészta álom volt, és a ristészta álomban azt álmodtam, hogy a panse umbószál volt a helyes. A bóthiszatvának mindegy. Csak énekelj. Jó, köszönöm szépen. Szívesen. A tantián fókusszal kapcsolatban szeretnék kérdezni. Olyan problémám van, hogy állandó egyensúlyvesztést érzek, mert úgy érzem, hogy mindig fölfelemegy megy az energia, tehát nem a köldök csak ránál. Nagyon Viszont... sok analitikus folyamatod van itt fönt egyszerre. Tessék leegyszerűsíteni a kognitív részt. Az vonza ide föl, és köd van. Legnagyobb jó indulattal mondom túl sokat vagy itt fönt, és ez a foglalkozásoddal is összefügg. Tehát tessék szíves lejönni innen, először járással, tehát fölállunk a képernyő elől, letesszük a könyvet, kijövünk innen homlokcsakrából, és ismét tudomásul vesszük, hogy mit látunk, mit hallunk, mit érzünk, és elindul a test, és mozog, és ahogy mozog, egyre inkább alhasba lejössz. Ülni neked most nem jó, mert elbillensz. Ezt tessék csinálni. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Beszéltél négy karmáról, hogy négyféle karmánk van. Négy nagy csoportja négy, van, én de én azon belül csop... rengeteg. Jó, erről a négy nagy csoporttól, igen. Tehát van az egyéni, onnantól fogva, nem egyén, van páros családi, tehát hogyha én fölismerem, hogy mi a családunk karmája, akkor én mit tehetek azért, hogy ez megváltozzon, mert abba ugye már Többen vagyunk a családba, többen vagyunk egy csoportba, hogy az a karma megváltozzon. Én mit tehetek? Érte? Nagyon sokat tehetsz érte. A legelső az, hogy felismered. A családi karma olyan, mint egy nagy torta, ahol mindenki egy szelet, ugyanaz a rétegzettség, csak a gyertya fénye más. Nem ugyanott ég a gyertya, de mindenki hasonló karmát él át. Nézd meg például a generációkat nézve, nagyszülőktől unokáig, ez hat generáció, hogy pontosan mi történik, mi az a vezérmotívum, ami mindenkire jellemző, vagy pedig melyek azok a fájdalompontok a generációk között, ami körül folyik az egész. Mondok egy párat. Elhagyás, elárulás, igazságtalanság, szégyen, erőszak, a pénz kezelhetetlensége, a hatalom kezelhetetlensége. Egymáshoz születünk, hasonló karmák születnek egymáshoz olyan különbségekkel, hogy a különbségek tükrében jól láthassuk egymást, és tanulhassunk és taníthassunk családon belül. Nagyon ritkán használjuk ki ezt a lehetőséget. A tanulás és tanítás helyett általában mutogatunk egymásra, panaszkodunk, elvárunk és perlekedünk, és ez nem szükséges, mert Teljesen terméketlen. Sok olyan családot látok, ahol nem ez van. Nagyon jó azt látni, hogy ismerek olyan családokat itt a nézőtéren is, ahol nem ez van, ahol magas szintű az együttműködés, és rájöttek arra, hogy mi az a karma, ami körül forog a generációnak a traumája, hogyan születtem én a szüleimhez, ők miért születtek a nagyszüleimhez, és mi az, amit nekem magamból ki kell vennem ahhoz, hogy az egész torta változzon. Tehát nézd meg a torta rétegzettségét. Ha én a magam rétegeit megváltoztatom, az egész torta változik úgy, ahogy van. Az én szeletemért csak én vagyok a felelős. Hathatok a másikra, de a másiknak is saját karmája van, saját lelke és teste van, azért ő a felelős, azon neki kell változtatni. Tehát egyszerre kell tudnom, hogy melyik az én szeletem, és ezen keresztül hogyan segíthetek a családtagjaimnak. De az ő karmáját nem vihetem, hiába áll közel hozzám, hiába a vérem, nem vihetem az övét, csak a sajátomat. De a miénket azt együtt visszük. És hogyha változtatunk a saját karmánkon, a saját beszédünkön, a saját érzelmeinken és gondolatainkon és tetteinken, akkor az egész családé változik. Ebben hihetsz, mert ez így van. Egy személyes kérdést szeretnék tőled, hogyha megengedsz, hogy neked mi a célod az életben? Nekem az a célom, hogy minél több emberhez eljuttassam a tant, és segítsek fölébredni azoknak, akik ezt szeretnék. Ez az egyéni és csoport karma célom. És van páros karmám szerencsére, és családi karmám is, és ezt pedig szeretném a legmegfelelőbben művelni. De mivel ez még nagyon friss, ezért erről részleteket nem mondok. Viszont az nagyon fontos, hogy lássuk ezek összefüggését, és hogy bennem, és szerencsére körülöttem, ezek a karmák, ugye, az egyéni páros család és csoportos, egymás javára működik, és nem egymás kizárásával működik, ahogy ezt sajnos sok ember meg kell, hogy élje. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ez a négy kiegészíti egymást, és motivációt kapok egyik helyről és másik helyről, hogy folytassam a gyakorlatomat, a tevékenységemet, és így teljesüljön az, ami szerintem mindenkinek valahol mélyen a vágya, hogy ébredj föl és segíts másokon, legyen az bárki, bármilyen kapcsolatban. Mert valahol az ember egy elképesztően megjósolható lény. Boldogság kereső és szenvedés kerülő. És hogyha így megnézed, nagyon világos a feladatunk. Csak ez bonyolítja meg állandóan. Szívesen. Egyéb kérdés? Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy te mit gondolsz az illúzióról? Mi az illúzió? Az a illúzió jelenben, be, bocsánat, az, igen? ami nem valóság. <laughs> igen, de ezt honnan tudom? Onnan, hogy mint a harkály megkopogtatod. Ha kong, akkor illúzió. Ha ilyen jó tehet hangja van, ott nincs féreg, az a valóság. És azt mondják, hogy a jelenben levés az, ami tudatossá tesz minket. Tehet. Tehet. A oh. mozi vászon előtt is jelen vagy, de tudod, hogy az illúzió azért még oda, hogy szórakoztató illúziót láss, és ott vagy a jelenben. És a múlt és a jövő? Azok is jók, azok, azok is, is tudnak is illuzorikusak jövő. lenni. De hogy az illúzió? Nem. Teremtett karma. Teremtett karma. És a teremtett karmáról alkotott képed lehet helyes, és lehet helytelen. A helytelen kép illúzió, a helyes kép az a valóságról alkotott helyes kép. És honnan tudom, hogy helyes? Onnan tudod, hogy számíthatsz rá, hogy valóság az onnan derül ki, hogy a legnagyobb válsághelyzetben és kétségek közepette is tart, és nem változik, és ott marad. Ha illúzió, akkor pont akkor megy el, amikor a legnagyobb szükség van rá. És ezt nem pusztán a múlt, a jelen és a jövő képével szeretném illusztrálni, hanem bizony emberi kapcsolatokkal. Mely kapcsolatok igazak és valódiak, akikre számíthatsz a legrosszabb esetben is? Amikor te rommálődtél magadat, az életed legmélyebb pontján, ki az, aki felhív, ki az, akit te fölhívhatsz, ki az, aki valóban segít, ki az, akitől elfogadsz segítséget. Ezek a valódi kapcsolatok. Az összes többi boldog békeidőkben, napsütésben, teraszon, pizzázó, illúzió. Ezt nagyon sok mindenkivel meg lehet csinálni. De a valódi kapcsolatok azok, akikkel lélekben állandóan fogjátok egymás kezét, állandóan egymás mellett vagytok, és élitek az életeteket, de amikor nagyon nagy katasztrófa van, akkor kire számíthatsz? Ez a valódi. Köszönöm szépen. Szívesen. Nekem az illúzióról jutott eszembe egy kon, ami hát elég régóta meditálok vele, ezt szeretném, hogyha elmondhatnám. Ö, Én először megkérdeznélek, Igen. hogy kinek kéne neked megbocsátanod, hogy jobban legyél? Magamnak. Hm, nem csak. Még legalább egy embert mondjál el, szíves. Anyunak. Igen anyai vonal sérült, de nagyon. Igen. Úgyhogy én meghallgatom a kérdésedet, de a házi feladatod már azelőtt kiderült, hogy a kérdést föltetted. Folytasd. Szóval az illúzióról jutott eszembe egy kis kon. Így hangzik, mester, mi a lét? A nem lét illúzióra önmagáról. Biztos ez? Biztos, mint minden illúzió. Egy kérdésem viszont lenne, hogy van-e olyan létforma, ahol nem tudunk már kalmát csinálni? Mert ez bizonyos, hogy ebbe a dualisztikus világba és ebbe a testet öltött létformába itt nem lehet karma nélkül élni. Azt is tudom, hogy ugye van jó meg rossz karma, és a jó karma is karma. Van-e olyan létforma, ahol lehet karma nélkül élni? Nem menekülj. <laughs> Mert ugye az jól csinálni. unalmas? Olyan nincs. Olyan nincs. Olyan nincs, de olyan van, hogy bármely létformát tudsz tiszta tudattal élni, hogy, hogy bármely karmát meg tudsz haladni, hogy bármely karmának a teremtetségét belátod, és végre olyan helyzetbe kerülsz, hogy te uralod azt uh -huh. a karmát. Ezt lehet, de karma nélkül élni nem lehet. Uh -huh. Hiszen megszülettünk, és testet vettünk föl. Elindultunk a lineáris és ciklikus időben. Elindultunk a mulandóság útján, abban a pillanatban, hogy megszülettünk. Elindultunk a tökéletlenség útján mihelyt felállítottunk ideálokat, uh -huh. és mihelyt szabad akarsz lenni, elindultál a függőség útján. Innentől kezdve teljesen világos, hogy karma nélkül nem lehet élni. De olyan sincs, hogy karmát ne tudnál meghaladni. Miért? Mert tudsz róla. Mert valamilyen mértékben látod. Ezért szoktam mondani, ha tudsz járni, tudsz táncolni. Ha tudsz beszélni, tudsz énekelni. Ha ki tudod mondani, hogy én, meg is tudsz világosodni. Köszönöm. Szívesen. Volt szó arról, hogy oka van annak, ha egy gyerek születik egy családba, ugyanúgy, ahogy én születtem édesanyámhoz, édesapámhoz, annak oka van. Sőt, nagyon sok. Karma, meg egyebek. Mi van akkor, ha egy párkapcsolaton keresztül nekem van egy nevelt gyerekem? Ez milyen karma? Ez is karma? Ez a nevelt gyerek karma. Nem, de Tehát, hogy nem szerinti, ő választott. Hanem nevelt, mostanában úgy meg leasingelt. Tehát, akár szeretjük, akár nem ezt a terminust, vállalunk a társunkkal együtt egyéb karmákat is. Tehát annyira szereted azt a férfit, hogy a korábbi gyerekét elvállalod. És ez rendben van. Ez a csoport és a családi karma keveréke egyébként, és ez így nagyon jó. Családi felé, természetesen. És ekkor belül barátságot kell kötni azzal a nővel is, aki azt megszülte neki, és elfoglalni a helyedet a klánban. És hogyha nem foglalod el a helyedet a klánban, akkor a klán kivet magából. És nem leverni a férfin, hogy lett egy másik nőtől korábban egy gyereke. Ez is fontos. Még a legrosszabb pillanatodban se. Jó? Jó. Köszönöm. Szívesen. Ö, az lenne a kérdésem, hogy honnan tudom, hogy mi a helyes, hogyha futok a 400-as pályán már nagyon-nagyon régóta körbe-körben, nem jutok sehova, és bármerre lépnék le, fájdalmat okozok. Fel kell állítani a 400-as váltót. Meg kell szervezni a csapatot, akikkel futod a 400-at. Magyarul megszüntetni azt az egyedüllétet, amely elhiteti veled, hogy ez a pálya az csak a tiéd. Azt nem egyedül futod. Másokkal futod. Jó. Volt már itt szó, ugye gyerekekről, leszületésről, és mi újság akkor, hogyha elindul egy gyerek, hogy ő leszületik, és aztán mégsem születik le? Hát itt két nagy csoportja van a lehetőségeknek, vagy visszafordult, vagy pedig megszüntették itt a földön a, az útját és a lehetőséget annak, hogy megszülessen. Nem mindegy. Te milyen helyet foglalsz el ebben a Mátrixban? Én nem lettem anyuka. A gyerek fordult vissza, vagy pedig te döntöttél így? Még nem tudom. Már tudod. Magadnak mond ne nekem. De ha a gyerek visszafordult, akkor vagy hozzád, vagy máshoz megszületik újra, hogyha te döntöttél így akkor nagyon valószínű, hogy hozzád lesz útja megint. Iszonyatos erős az élet és halál karmája. Egymásnak életet adni és egymástól életet elvenni ugyanolyan erősségű karma, csak az egyik pozitív, a másik negatív előjelő. Ha szenvedtetjük egymást, az korábbi erőszak karma, ha boldogítjuk egymást, az korábbi szeretet karma. Majd megnézed, melyik lesz. Köszönöm szépen. Szívesen karmikus kérdésem lenne nekem is, nem tudok elérni, vagy nem vagyok előrébb. Van uh, tudatalatti karma. És, és Sőt, a nagy része ott van olyan 90-95 százalék. És hogyha van ez az okokozat, és én hozok egy döntést, az, és annak le, az lehet jó is és rossz is, Hon, hogy döntsem el, hogy az jó vagy rossz? Hát előrelátással. Megnézed, hogy mi a kifutása annak a döntésnek. Ha szenvedésteli a kifutása, rosszul döntöttél, ha boldogság a boldogsága kifutása, jól döntöttél, leegyszerűsítem, de ebből látod. És ha én azt gondolom arról, hogy az jó, akkor jó? Nem. Ha másik azt gondolja, hogy jó, akkor jó. De én, én hoztam a döntést, én hozom a döntést. De nem vagy benne egyedül, és a következmények nem csak téged érintenek. Az igaz. Na látod. Köszönöm. Szívesen. Félelmekről szeretnék kérdezni, és hogy, hogy lehet őket kezelni? Egy mert hogy, hát, hogy nem tudom, így konkrétumot nem tudok mondani, csak hogy annyi féle van megfajta, és van, hogy hasznos, de alapvetően meg nem az. Tehát, hogy... Miért félsz a konkrétumoktól? Mm. 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 Belül tedd föl azt a kérdést, hogy mi a dolgom. Tehát néha a félelem ilyen több rétegű ködbe beburkolja az elmét, és nem látsz ki, olyan, mint a dzsungel. A dzsungel úgy szűri a fényt, hogyha nagyon a mélyén vagy, nem látod, hogy hol van a nap, elveszted az égtájakat, elveszted a tájékozódást, minden ugyanolyannak tűnik, ugyanolyan ellenségesnek, megvalósíthatatlannak, félelmetesnek. És innentől kezdve, hogy megtalálod, hogy mi a dolgod, félre fogod tenni a félelmet. A tudatban lévő akadály a félelem, de ezt mindig más valakire vetítjük, vagy a környezetben véljük felfedezni. Tehát hányan félnek a sötétben? Valójában nem a sötéttől félsz, hanem a sötétben megjelenő gondolataitól és érzelmeitől félsz. A félelem az mindig az akadály. Az mindig a valóságról való leválás, vagy a valóság és közted lévő fal, vagy egy ember és közted lévő fal. És ezért egyszerűbb és tisztább föltenni azt a kérdést, hogy mi a dolgom, és azt csinálni. Egy dzsungelben az a dolgot, hogy kiuss onnan, mert meghalsz. És egy dzsungelből úgy jutsz ki, hogy nem fölfelé nézel, ott nincsen tájékozódási lehetőség, hanem elkezdesz a talajon egy vízfolyást keresni, a vízfolyás irányába menni, egyre nagyobb vízfolyásokat követni, és mindig sodrással lefelé a vízfolyás irányába menni, és akkor kijutsz a dzsungelből. Találd meg a dolgot, kövesd azt, és akkor az akadályok is elhárulnak. Egyéb kérdés? Én a testvérekről szeretnék kérdezni egyet. <coughs> Konkrétan azt, hogy ugye általában a szülők azok, akik lehívják a lelket, de hogy uh -huh. ebbe a... Uh. Uh. A szülők fontosak, de nem pusztán ők hívják. Hiszen akkor olyan kívánságműsor lenne te. Hú, hú, nem, nem. Szülőkhöz születik, a szülők fontosak, mint a két nagy kapufélfa. Jobb és baloszlop. Yin és yang. Apuci és anyuci. Azon keresztül jön be. Tehát azért a környezete is hívja, a csoportja is hívja, a népe, a nemzete, a föld adott területe is. Tehát ez, ez egy komplexebb történet. Na most mi a kérdés? Hát leginkább az, hogyha, hogyha ők nem egyetértésben vannak. Két gyermek kapcsolatára gondolok leginkább. Okay. Lehet, hogy én vetítek sokat a gyerekre, a kisebbikre, de hogy a nagyobbik akármilyen karmával születtek le, ébrezd már rá ő, őket, hogy mit csinálnak, és ez kornak függvénye. Tehát három évest másképp kezelsz, mint egy 13 vagy 23 évest. Amit megláthat, azt meg kell vele láttatni. Tehát ezért vagyunk először szobatisztek, és utána érettségézünk a gimnáziumban, és nem fordítva. Képzeld el. Tehát nagyon fontos, hogy, hogy meglegyen a kellő látás és láttatás. Tehát vannak olyan testvéreket, hát én nagyon sok család életére rálátok a gyakorlaton és a szangán keresztül. Két fiú testvér, 14-17, amikor megismertem őket, egy békés este nem volt állandó csata. Anyuka, egy ilyen nagyon-nagyon határozott angol és volt ott egy hugica, harmadik is, nem győzte kiosztani őket. Elképesztő volt. Ott is meg volt a temperamentum. Valójában a két testvérnek a polaritásából, anyukának volt a legnagyobb tanulnivalója, hogy hogyan tessék békét teremteni. Mi a béke titka? Hogyan nem mozdulunk? Hogyan vonzuk be azt az elképesztő erőt, ami az ellentétekben van, és állítjuk meg keletkezés előtt? És ennek mi a titka? Zen. Hé! Yeah. Itt a, itt a tantienetben van a titok, tehát itt van a dualitásmentes energia és tudat pontja fantasztikus egyszerű, csak csinálni kell, és ide visszahozni mindent, és innen látni és láttatni. Tehát a legdurvább kérdés, legyen az gyerek vagy felnőtt, hogy te hallod, amit mondasz? Te látod, amit csinálsz? Te érzed azt, amit éreztetsz? És előbb-utóbb ezt korcsoport szintjén föl lehet tenni? És nem kell a harcot rossznak minősíteni. Amikor már nagyon vérre megy, akkor kicsit szelidíteni kell rajta. Tisztelt és szeretett barátom Kassai Lajos, egy fantasztikus uh, ember, és egy olyan mondatot mondott, amit én az életem minden területére lefordítok. Tartsd a jószágot természete szerint. Ez a családtagokra is igaz. Nézd meg a régi magyar szóhasználatot, hogy a jószág mennyi mindent jelentett. Ugye? Ha a gyermeket is a természete szerint tartod, az nem jelenti azt, hogy mindent megengedsz, vagy mindent megtiltasz neki, de az, hogy fiúk között így megfelelő korban ilyen egészséges rivalizálás, harc és erőpróba van, az az élet velejárója. Az nincsen semmi baj. Ha nagyon szélsőséges, ha nagyon üvöltős, sírós, ha nagyon ellenséges, ha, ha vérre megy, az már baj. De ott már az állatoknál is, főleg a nőstény közbeszól és szétszedi őket darabokra és akkor már nem egymással harcolnak. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Üdvözöllek, személyes kérdés. Mit tegyek akkor, hogyha próbálkozásai ellenére úgy érzem, hogy visszafele fejlődök lelkileg? Mivel harcolsz? Amit az elmindig az a, 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 vágyaimmal. Nagyszerű. Kivel harcolsz? Talán egy eszményképpel, amilyen szeretnék lenni, és nem tudok az lenni. Az nem ki, az az önkép egyik változata. Akkor Húsvér embert mondj, kivel harcolsz. Aki éppen az utamba áll. Ez a baj. Ezért érzed, hogy visszafejlődsz. Nézd meg, hogy mi a dolgod az emberekkel, helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés, együttműködés mezején. pontosan milyen helyzetben vagyunk. Pontosan mi a kapcsolatunk egymással. És ez dönti, hogy harc vagy béke. Együtt elérünk valamit, vagy szétválunk, és mindenki megy a dolgára. És innentől kezdve ha te világosabb tudattal, nagyobb együttérzéssel, nagyobb bölcsességgel teszed mindezt, akkor legyen az harc, legyen az béke, legyen az cselekvés, legyen az tétlenség, akkor az önképed nem romlik, mert helyesen tetted. Nem okoztál feleslegesen szenvedést, nem hazudtál felszínes boldogságot. Csak az a baj, hogy eközben én sérülök. Az nem baj. Nyugodtan sérüljél. Semmi gond. Nagyon sajnálom magam. Az a baj. Amikor az önsajnálat megszűnik, a sérülés is megszűnik. De én ezt már egy vezeklésként élem meg. Vezeklés hogy, hogy mindig engedek. Egy másik sátrat javaslok. Nálunk úgy hívják, ledolgozod a karmát. Van, rokon rokonértelmű a fogalom, Van. de nem ugyanaz. A ledolgozott karma azt jelenti, hogy hajlandó vagy változni, és az egoitás koporétegét nem véded nem véded, nincs magadon mit védeni, érted? Nyugodtan sérülj, nyugodtan változ, nyugodtan éld meg traumaként azt, hogy neked eddig téves nézeteid voltak, hogy te eddig feleslegesen okoztál fájdalmat, hogy eddig mindenkivel harcoltál, aki az utadba kerül, lesz, nyugodtan éld meg fájdalomként. Semmi baj ezzel, mert ez a fájdalom megtanít valamire. Ezáltal te tudatosabb, nemesebb, együttérzőbb és bölcsebb leszel, ha már elég volt ha nem volt elég, akkor még folytatod. Egész addig, amíg a kopóréteg lemegy, és az már az élő hús, az már a léleknek a szövedéke, az már nem csak az önképet, tényleg azt érzed, hogy az önmagad. És akkor vagy már tényleg őszinte. Innentől kezdve nem hinném, hogy ne járnál az igaz úton, mert minden másodnan te már visszafordultál. Jó? Jó. Egy ideje már gyakorlom a tibeti buddhizmust, de viszont tavaly belekezdtem az M-buddhizmusba és csinálom a gyakorlatokat. Most jelenleg nem lehet nem nem dönteni a két hagyomány között, mind a kettő működni látszik. Meg fogja mutatkozni ez egy idő után, hogy melyik a fő hagyomány és miként. Ezen a Minden kérdészen. hagyomány esetében el kell menni tanítóhoz, meg kell tapasztalni a tanítást és be kell illeszkedni tanítványi közösségbe. Ha megvan ez a három, ezen keresztül te tapasztalni fogod, hogy melyik lesz az alfa. Jó tanító nem fogja neked azt mondani, hogy csak rám hallgass, csak ez gyakorold, amit én, és amit mi mondunk, csak az az igaz. Hát innen ott, hogy nagyon nagy baj van. Nyugodtan próbálj ki minden hagyományt, ahova te vonzalmat érzel. Hallgass meg tanítókat. Fiatal vagy olyan 24, tehát innentől kezdve van időd. Te ne pazarold az idődet, használd az idődet. Tehát nyugodtan menj el a hagyomány autentikusnak vélt képviselőihez, nézd meg, hogy mennyire tudsz velük bizalmi, tanítványi, tanítói kapcsolatot találni, mennyire hihető az a darma, mennyire működik, amit tanítanak, és mennyire tudsz beilleszkedni a tanítványi közösségbe. Ha ezt te végigjárod, természetes módon ki fog alakulni az alfa hagyomány. És utána ott van a béta, meg a többi. És ez azért jó, mert az alfa nem a béta kárára létezik, és a béta nem az alfa kizárásával óhajt lenni. Ez nagyon fontos. Tehát kialakul egy hierarchia, amely fontosságot, kompatibilitást tükröz, de ítéletmentes. Jó? Ö, mi hárman vagyunk lányok testvérek. Igazából, tehát nagyon nagy a különbség köztünk. A legidősebbik nővérem ez, tehát mindig a generációs különbséget emlegeti. Igazából nem is, tehát ugye itt részéről a harag van. Nem beszélünk egymással, tehát az ő részéről. Én igazából én szeretettel gondolok rá. De azért én mindig sokat gondolok arra, hogy, hogy ezt a, a karmánkat, hogy, hogy rendezni kellene még most ebben az életünkben. Hogy, hogy ez mennyire gondolom jól, vagy, vagy nem tudom, hogy jól teszem föl a kérdést, de... A hallgatás nem harag. Hogyha korábbi harag az hallgatássá jegesedett, igen, igen. akkor az igen. úgy hívjuk, hogy befagyott karma. És ez a befagyott karma sajnos a legrosszabb pillanatban tud felrobbanni, ezért keresd az alkalmat, ahol kölcsönösen egyfajta tárgyalóasztalhoz tudtok ülni, de ezt egyoldalúan nem lehet erőltetni. Miért? Nem csak azért, mert alárendelt pozícióba kerülsz, tehát könyöröksz, kérincsélsz és a többi, hanem az történik, hogy a másik akkor erősebbnek érzi magát, és még jobban bezárkózik a haragvó egó mögé. Tehát nem szégyen és nem tisztességtelen megkeresni a gyenge pillanatát. És a gyenge pillanatot nem rútú kihasználni és még jobban belérúgni, ezt nem feltételezem róla, csak nagyon sokan ezt csinálják, hanem a gyenge pillanatban Kezet nyújtani felé, és nem várni azt, hogy ő ezt elfogadja, hanem remélni, hogy elfogadhatja, ha beleharap a kézbe. Gyengességében az ember szörnyűséges tettekre képes. De nézd meg azt, hogy mennyire segíthető akkor, és csak ezt a kérdést tett föl, segíthetek? És hogyha elfogadja a segítséget, akkor a fal nagy része leomlott. Nem biztos, hogy utána már vissza kell menni elemző üzemmódba. Mert az elemzés néha visszahozza a múltnak azt a kormányt, amit pont el szerettél volna engedni és elfeledtetni, és elfeledni. Tehát van olyan, hogy helyesen fölülírod a múlt sérelmeit, és nem kell rituálni, nem kell elemzés, nem kell semmi, túlléptetek rajta. Nézd meg, hogy ehhez mennyi szóbeliség kell, de közvetlen kapcsolat valamilyen közös cselekvés nélkül nem fog menni. Az biztos. De a beszéddel óvatosan. Nem csak azért, mert félreérthető, hanem azért, mert visszahozza a múlt démonait. És belemerültök ugyanabba a mocsárba, ahonnan ugye fagyott vissza az akarma. Tehát, és hogyha ő teljesen elzárkózik? Ettől? Akkor türelem, akkor nem történik semmi. Hmm. Ha elzárkózik, akkor még nem jött be ez a gyenge pont. Még nem jelent meg az a nyitott pillanat, amikor te közeledhetsz hozzá ezzel a nagyon önzetlen kérdéssel. Te ne akard megoldani. Várd ki a pillanatot. Jó? Köszönöm. illúziókeltő emberek milyen karmát okozhatnak nekünk? Amennyiben elhiszed az illúziót, neked az nagyon rossz karma. A te dolgod az, hogy felébredj a saját illúzióidból. És hogyha a saját illúzióidból kellő mértékben felébredtél, akkor mások sem hitethetnek el veled csacskaságokat, illúziókat. De ha te nem ébredtél fel a sajátodból, akkor abban rétegbe, amit te igaznak hiszel, úgy beletrafál a központilag vagy csoportban keltett illúzió, hogy nagyon, ezt hívjuk hamis hitrendszernek. Köszönöm. Olyan hitrendszer, amelyre nem alapozhatsz. Azt szeretném kérdezni, hogy amikor felajánlunk valami, vagy meditációt, vagy bármit, minden érző lény javára, és ha nincs abba érzelmi töltet, akkor az ugyanúgy használ? Jó, használ. Szó. Az egy érzelmi töltet nélküli felajánlás. De használ. Tehát te, ha te nagy duzzogva el, akkor kiveszel egy 100 forintos érmét, és a büdös, alkesz, tarthatatlan megjelenésű hajléktalannak beleteszed a kalapjába, akkor ez egy ilyen undorral tett felajánlás, mert akkor a te hozzáállásod ez volt, de akkor is megtetted. Hogyha semmit nem érzel, és úgy teszed meg a felajánlást, az akkor is érvényes, te ne akarjál mindig a legjobb színedben tündökölni, csak tedd a dolgodat. És nagyon fontos, hogy minden lénynek felajánljuk, és az az érző, az nem egy ilyen rossz dolog, hogy Úristen, te érzel is ez probléma, sőt, kell érezni, mert életben vagyunk. Az eredeti Jung Seng szanszkritul jiva, az azt jelenti, hogy érzékszervhez kötött lény. Tehát legtöbbünk érzékszervi kötésben él. Legtöbbünk nem tud elvonatkoztatni attól, hogy szereti, nem szereti. Nem tudja az érzelmeit meghaladni, a gondolkodását meghaladni. Mihelyt meghaladod, mihelyt egy nem kettősség állapotába eljutsz, mihelyt ez a tiszta tükör, tiszta tér a tiéd lesz, mint tapasztalat, annál kevésbé élsz érzékszervi kötöttségben, de érzel de gondolkodsz, de lát, de hallasz tisztán, ahogy hallottad a bevezető történetben is. Tehát a szó, szó szerinti jelentése az, hogy érzékszervhez kötött lényeket segítünk abban, hogy jobban lássanak, hogy jobban meghaladhassák a kötelmeiket, hogy eljuthassanak egy nem dualisztikus állapotba, ahol már nem kényszerből szenvednek és szenvedtetnek, hát erről szólna az utunk, ez a mahajána. Tehát hogyha felébredünk és segítünk másokat, tessék ebben gondolkodni, és nem abban, hogy újra érez, és ez probléma. Nem. Éreznünk kell. Emberek vagyunk. De ne gyakoroljon ránk kényszert az érzés, az érzékelés, az akarat és a tudatformák. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Járt utat járatlanér, el ne hagyj. Ez a kijelentés neked mit jelent? Semmit. Semmit nem jelent. Arra megyek, amerre jónak látom. Ha járt úton, úgy, ha járatlan, akkor úgy. Tehát, ha a járt út már nem okoz boldogságot, lépjek el róla. Inkább azt meg, hogy mi a párkapcsolati probléma lényege. Nem párkapcsolati. Vagy az, hogy melyik családi problémádat szeretnéd megoldani, mert euh, azért kitűnik hidd el. Jó, köszönöm. Nincs mit. Azt szeretném kérdezni, hogy mi a dolgom azzal, hogyha én nem találom a helyemet, vagy nem találom magamat. Tehát, hogy ö... megvan a helyed, nézd meg, itt is <laughs> De olyan, ahogy mondtad is, hogy meg kell találjuk, hogy, hogy mit tudunk tenni magunkért elsősorban, mert úgy uh -huh. tudunk másokon is segíteni. Uh -huh. De amikor azt érzed, hogy tök mindegy, hogy vagy, vagy nem vagy. Na, a ez dolgokon... az elmének az öncsalása. Nem mindegy. Hát nézd meg, hova születtél szülők, család, hely, nemzet. Annyi feladatunk van. Hát hogy lenne mindegy, hogy milyen helyzetben vagy, milyen kapcsolatban vagy, és hogy mit teszel. Soha nem mindegy. Akkor úgy fogalmazok, hogy bármit csinálok, azt nem értékelem, hogy most ezzel adtam. Tehát, hogy, hogy ez Ne Értékeld volna... adj majd a környezet értékkel is nem úgy, hogy megköszönni, hanem, hogy tényleg jobb lesz. Néha az emberek elképesztően hálátlanok. Néha a saját családtagjait hálátlanok. És sajnos ebből nehéz fölébreszteni őket. De ha látod, hogy helyes, akkor higgy magadban, mert az nem egoépítés, hanem az ok és okozat szilárd látása, és az abban való bizalom, hogy helyesen látod a törvényt, hogy helyesen követed az utat, hogy helyesen viszonyulsz a másik emberhez. És itt a vélemények így lepattannak. De ha nincs elég önbizalmad, akkor a külvilágból érkező véleményeket te azonosítod az ok és okozat működésével. Ez fatális, ez halálos. Ez úgy meggyengít, hogy alig lehet fölállni belőle. De föl tudsz? Föl tudsz, mindenki föl tud. Mert előbb-utóbb az illúzió ködje eloszlik, és megtalálod a valóság kemény talaját. Ha rálépsz, akkor úgy. Ha ráesel, akkor úgy. De kemény. Köszönöm. Szívesen. Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan tudok elengedni valakit? Hogyan tudsz elengedni valakit? Igen, érzelmileg. Az a valaki most itt van veled? Nem. Akkor már el is engedted. Köszönöm. Érzelmileg úgy tudod elengedni, hogy leülsz ide a főtérre, ahol nagyon sok asztal, szék és hozzátartozó vendéglátóhely van, és elképzeled, hogy aki neked érzelmileg olyan fontos volt, de most már nem az, annyira szeretted, de most már nem, az ugyanolyan járókelő, mint bárki más, aki éppen elmegy előtted. És ezt a gyakorlatot tessék folytatni. Na, ha ez megvan, akkor ha ténylegesen találkozol vele, már akkor se gyulladsz ki vagy fagysz le. Ugyanolyan lesz, mint az összes többi. A kérdés az, és ezt belül neked nagyon-nagyon őszintén meg kell válaszolni, hogy ezt akarom, tényleg ezt szeretném. Vagy pedig azt a kis mágiát, ami ott benned van, azt felhasználod újra, hogy kicsikét bedobd a kohóba azt az embert, és formád még egy kicsikét. Egy kis tüzet még oda gyújtasz alá. Na, ezt kell dönteni. Miért? Mert egyszerre nem tudod kihűteni és semlegessé tenni, visszaírni a elők közé, a másik kezedbe pedig visszadobni a kohóba, hogy olyan légy, ami én akarom. Na, az nem megy. Vagy, vagy. Jól van? Köszönöm szépen. Oké, szívesen. Nem tudok mit kezdeni egy érzéssel, ami bennem feljött a napokban. Én mindig kedvelem az embereket, segítőkész vagyok, főleg a mozgás mozgássérültekkel, és egy mozgás mozgássérült olyan szinten benyomott bennem egy gombot, hogy azóta én belülről fortyogok és dühöngök. Magamra is dühös vagyok, meg arra az illetőre is. Az történt ugyanis, hogy ő nem tudott egy bevásárló központban, nem tudott elmenni mellettem a kerekes székkel, és nem vettem észre, hogy ő ott van, mert néztem, hogy mit akarok vásárolni, és csak azt éreztem, hogy néznek. És akkor oda pillantottam rá, és kérdeztem hogy el szeretne menni, nem fog tudni elférni itt mellettem, hogy legyen olyan kedves, hogy forduljon vissza, és menjen el a, a másik gondolánál, és pont oda tud jutni a pénztárhoz. És csak nézett rám, és nézett rám, de én itt akarok elmenni, de nem tetszik tudni elmenni a bevásárló kocsimtól. De mondom, én még nem fejeztem be a vásárlást, legyen olyan kedves, forduljon meg. És nem fordult, én itt szeretnék, itt akarok elmenni. Mit szeretne, hogy én elmenjek innen? Menjek oda előre, és engedjem el, igen, ezt szeretném. És én elmentem előre, hogy elengedjem őt, és én azóta olyan dühös vagyok. Magamra is dühös vagyok, meg őre Ha pedig helyesen cselekedtél, hát azért látod, mert elveszted az uralmat a helyzet fölött, te dühös vagy magadra, nézd meg. Hát rögtön a szempillantásából értve az az intelligens tűzenergia, ami éppen benned van, nem fortyogás se, hanem az együttérzés fákjájává szépen gyullad ki, nem mindegy, és te utat adsz neki, ha beszorul a kerekesszékkel, majd segítséget kér. És akkor nem az akadálya leszel, hanem a segítője. Tudod, hogy bármilyen fogyatékkal élőnél milyen elképesztő kisebbségi érzés az, hogyha a nem fogyatékkal élő átveszi az uralmat fölötte? Nem lehet, nem szabad, etikátlan. Én Tehát is így érzem. abban a pillanatban, hogy te azt mondtad, hogy de nem, elvetted az önrendelkezését. Az önrendelkezése az, hogy nyugodtan hibázon ő is. Nyugodtan menjen bele abba a térközbe, ha beszorul, majd segítséget kap de te nem mondd meg neki, hogy hol akarjon elmenni. Olyan van, hogy pici türelmet, még ezt a sampont megnézem. És akkor visszatetted, és elmentél. De neki nem, de nem volt türelme, a az a ez a párbeszéd, ez tanítóért, ezt rakd el a szívedben, ez nagyon fontos, nehogy el akart felejteni. Belül, és most ezt mindenkinek mondom, a legkritikusabb karmát, a legdurvább veszekedést, a legkeményebb szembenállást tessék a tükröd elé tenni, és leszedni róla, az összes reakciódat, ami miatt te ítélkeznél, haragunál, vágynál, kapnál egyebet, bármit szedjél le róla. És lásd úgy, ahogy van a maga ilyenségében, a maga tisztaságában, és nézd meg az ok és okozat működését ebben a helyzetben, hogy milyen kapcsolatban voltál. Te rögtön az anyja akartál lenni, vagy a nővérkéje, vagy az uralkodója, de ez nem lehetséges. Ő tisztán elmondta, hogy mit szeretne a nézésével, a beszédével, enged, hogy tapasztaljon. És belül legyen ez egy tanító történet mindenki számára, hogy engedd meg neki a tapasztalást, engedd meg, hogy hibázzon, és légy ott a segítőkész jelenléteddel, és ha segítséget kér, akkor már nem ellenfelek vagy riválisok vagytok, hanem együttműködő társak. De miért vagyok dühös magamra? Hogy azért, én most mert engedtem. Nem úgy történt, ahogy szeretted volna, ja, hát jó, azért. Akkor az egóm elvesz... volt. Az, az a, a tüzes, az. Nincs is egóm. Nincs is. Nincs. 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 Akkor ott volt, akkor ott ha volt. Ha nincs egó, gyere hozzánk a konyhába dolgozni. Az, a, a, ott kiderül nagyon gyorsan, hogy mi van még a fazékba. Jó? Nagyon köszönöm, köszönöm mindenkinek szépen. a megtisztelő figyelmet, az, hogy ennyien együtt vagyunk ma, Békés Csabán. Én kívánom azt, hogy templomban és templomon kívül újra és újra találkozzunk. Osszuk meg a darma élményét egymással, haladjunk az úton, és felébredésünket segítő mozdulatokkal, segítő cselekedetekkel osszuk meg az egész világgal. Köszönöm a figyelmet!